nem is tudom így. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma válaszolni fogok a kérdéseitekre. Hány éves vagy? 17, még másfél hónapig. Mit és hol tanulsz? Még középiskolás vagyok, úgyhogy még így semmi szakirányom nincsen, mert sima általános tagozatba járok. Van testvéred? Igen, van két nővérem. Milyen nyelveken beszélsz? Angolul? Magyarul? Meg elméletbe kéne tudnom németül is, de az nem megy. Miből érettségizel? Hát a három érettségi tárgyból kell már csak, mert csináltam angol és info előrehozottat, úgyhogy azt már kilőttem szerencsére. Tovább tanulási szándék? Jó kérdés! Nem tudom. Álom munka. Hát így egyértelműen az írás. Szóval nekem az írás az álom munkám, és nem is nagyon szeretnék mással foglalkozni, mert abban így megtaláltam a, most mondjam azt, hogy a szenvedélyem. Szóval azt szeretném csinálni. Olvasáson és videózáson kívül van-e más hobbid? Igen, van. Rajzolok. Igazság szerint mielőtt elkezdtem csinálni a YouTube-ot, előtte pont így ilyen rajzolós instát működtettem, csak elkezdtem a YouTube-ot, és azt az időt, amit rajzolással tölthetnék, azt most a videóvágásba és videófelvételbe abba fektetem be, úgyhogy most kevesebbet rajzolok, de igen, szóval így rajzolok. Járok-e könyvtárba? Nem, nem járok könyvtárba. Hát most, hogy konkrétan miért igazából. Nem igazán járok könyvtárba, mert jobban szeretek angolul olvasni, ráadásul szerintem több ilyen frissebb megjelenést is olvasok, és ilyen könyveket nem tudok kikölcsönözni a helyi könyvtárból. Szóval ezért nem is járok. Hány könyved van? Olyan 120 körül. Mi ösztönzött arra, hogy írj? Ez egy jó kérdés. Leginkább szerintem az, hogy szerettem volna egy saját történetet, amit elejétől a végéig én alkottam meg úgy, ahogy én szerettem volna, olyan karakterekkel és olyan világgal, ami teljesen az enyém, és hogy ezt én alakítottam ki, és minden úgy történik benne, ahogyan azt én terveztem meg, és én szeretném, szóval így egy saját történetet akartam, amiben minden olyan, ahogy én elterveztem. Mikor fog megjelenni a Csikó, aki tűzben született 4-5? Nem tudom. Mind a két részt megírtam, szóval igazából be van fejezve nekem a sorozat, de hát idén már biztos nem, tehát én azt kizártnak tartom, hogy idén meg megjelentessük a negyedik részt, úgyhogy valószínűleg majd valamikor jövőre, de nem tudom. Fogsz-e az a Csikó, aki tűzben születetten kívül más sorozatot is írni? Igen. Mivel hogy ezt a sorozatomat már igazából én megírtam, most írok újat. Most egy újat írok. Szóval most már elkezdtem egy új sorozatot. És most a Csikó, aki tűzben született, egy kicsit félre is raktam. Tehát, hogy az most úgy pihen, mert az most így stagnál. Írok-e jelenleg könyvet? Igen. Tehát, mint az előbb említettem, írok új sorozatot, már most is, és annak a sorozatnak most írom a második részét. Tehát az első részét már megírtam, és most vagyok a második rész felénél. Kipróbálnád a műfordítást? Szerintem kipróbálnám, mert igazából így tapasztalatszerzésnek jó lenne, bár szerintem az én angolom azért nincsen azon a szinten, hogy én műfordítást tudjak végezni vele, mert én így angolul olvasással megtanultam az angol nyelvet olyan szinten, hogy tudom rendesen használni, de az ilyen nyelvtani dolgokról, meg szabályokról igazság szerint fogalmam sincsen, csak tényleg csak azt tudom, hogy adott beszédhelyzetben mit hogy kell, de hogy miért van úgy, meg tényleg lefordítani konkrétan valamit helyesen, az nem vagyok benne biztos, hogy menne. De egyébként kipróbálnám. Mit olvasom most? Frederick Beckmantől a Nagymamám azt üzeni, bocs, című könyvet. Még nem olvastam belőle sokat, de eddig tetszik. Képregényeket szoktál-e olvasni? Hát őszintén szólva, ezt az egy darab képregényt olvastam szerintem elejétől végéig. Ez a Percy Jackson és az Olimposziak második részének, a Szörnyek tengerének a képregény változata. Egyébként szeretek képregényeket olvasni,
csak szerintem így elejétől végig ez az egyetlen egy, amit olvastam. Mert amúgy, hogyha, mit tudom én, meglátok egyet valahol, akkor így beleolvasok meg mindent csak. Szóval nem nagyon szoktam. Van kedvenc könyved? Hát totális kedvenc, azaz egy darab kedvenc könyv nincs. Mert nagyon sok könyvet szeretek, és igazából nem tudnék csak egyetlen egy darabot kiemelni, ami tényleg totális kedvenc. Szóval így van kb. Nem tudom, egy 20-30, 40-50 könyv, amit nagyon-nagyon szeretek. És igazából hangulattól függ, hogy melyik az, amelyik éppen jobban tetszik. Olvastad a Magisztériumot? Nem, de az első része fönn van a várólistámon. Az egyetlen félelmem az, hogy két író írta, és az egyik közülük Cassandra Clare, és Cassandra Clare-rel nem vagyunk annyira jóban. De el szeretném olvasni. Olvastad a Vadon járó tanítványát? Nem, de ezt nem is ismerem, szóval majd még utána kell néznem, hogy milyen ez, szóval erről nem tudok többet nyilatkozni. Olvastad az Üvegtront? Nem, de ez viszont nincs is rajta a várólistámon, mert én úgy gondolom, hogy vannak könyvek, amik engem jelenleg még sokkal jobban érdekelnek, tehát előbb-utóbb lehet, hogy elolvasom ezt a sorozatot, vagy ezt az első részét, de még nem tartok ott. Szóval ez egy nagyon szeretett és híres és felkapott sorozat. Én is látom Mojon is az értékeléseket, tehát tisztában vagyok vele, hogy ezeket a könyveket nagyon szeretik az emberek. De kicsit úgy vagyok vele, mint a Végzet erekéivel és a Éhezők viadalával, meg az ilyen nagyon-nagyon híres sorozatokkal. Jó, nem Harry Potter ezek, de tényleg, tehát így ezek a Young Adult könyv sorozatok, ezek nekem kicsit, szóval igen, tehát ez nekem olyan, hogy vagy tetszik, vagy nem, és általában amilyen nagyon felkapott, az a nem felé billen. Láttad az 1977-es Gyűrűk Ura filmet? Az a rajzfilm, ugye? De nem láttam. Nekem a 2001-2003-as trilógia az a mindenem. Van kedvenc karaktered? Ezzel pont ugyanúgy vagyok, mint a kedvenc könyvvel, hogy nem tudnék egyetlen karaktert kiválasztani az összes könyvből, amit valahol olvastam, hogy őt szeretem a legjobban, mert nagyon sok karaktert szeretek. Melyik a jobb, Harry Potter vagy Percy Jackson? Ez az a kérdés, amit nem fogok megválaszolni, mert nem is lehet. Tehát, hogy imádom a Harry Potter könyveket is, imádom a Percy Jackson könyveket is, és mind a kettőre mindig azt mondom, hogy kedvenc, de ettől függetlenül nem tudnám azt mondani, hogy az egyiket jobban szeretem, mint a másikat, mert mind a kettőt egyforma módon szeretem. És igazából attól függ, hogy éppen melyik fangirl én nem tör fel belőlem, hogy éppen melyiket imádom éppen jobban, de tényleg nem lehetne köztük választani. Melyik Harry Potter könyvet szeretted a legjobban, illetve legkevésbé? Ezzel kicsit úgy vagyok, hogy a 7 könyv együtt a legjobb, de szerintem a harmadik részt szeretem a legjobban. Az tudja, hogy az tényleg az a kedvenc részem. És legkevésbé... Hát vacilálok 5. és a 6. rész között. Mindkettőben vannak jó pillanatok, és rosszabbak is. Az 5. részben igazából az nem tetszik, hogy Harry az elején elég hisztis. A 6. részben meg nagyon sokáig igazából ilyen késleltetés van, és nem történik semmi, és igazából jó, nem semmi, de kevés dolog történik. Szóval ott úgy valahol akörül a kettő körül van, amit legkevésbé tetszik, de minden Harry Potter könyvet szeretek, szóval szeretem Harry Pottert. Kedvenc Harry Potter karakter, Dobby a Harry Potterben a legjobb karakter, és Dobby jobbat érdemelt. Ha nem a Hufflepuffba tartoznál, szerinted melyik házban lennél? Én szerintem 100%-os Hufflepuffos vagyok, tehát így minden ponton megfelelek a Hufflepuff követelményeknek, de hogyha nem a Hufflepuffba kerülnék, akkor valószínűleg hollóhátas lennék. Aztán, ha nem hollóhátas, akkor meg szerintem előbb kerülnék a Mordekárba, mint a Gryffindorba, mert bátor nem vagyok, se vakmerő, se ilyenek, szóval szerintem nagyjából Hufflepuff, hollóhát, Mordekár, Gryffindor a sorrend. Ha majd Londonban leszel, arról lesz a csatornám vlog. Igen,
tervezek, mert be is szereztem egy ilyet. Úgyhogy már csak arra várok, hogy tényleg eljussak Londonig, és tényleg megpróbáljak vlogolni, mert még sose vlogoltam. Úgyhogy izgi lesz! De tényleg nagyon szeretnék a Harry Potter stúdióról, meg úgy Londonról magáról is, úgyhogy remélhetőleg sikerülni is fog. És a London per Harry Potter stúdió vloggal is szeretném így lezárni a Harry Potter hónapot. Köszönöm szépen a kérdéseiteket, hogyha lenne még, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben őket a videó alá, és akkor esetleg majd tudok csinálni még egy kérdezfelelek videót. Szóval, hogyha nem válaszolnék meg pár kommentet, akkor nem azért van, mert nem nézném meg, mert mindig megnézem a kommenteket, és mindig igyekszem rájuk valamiképpen reagálni is. Szóval, hogyha nem írok rá vissza, akkor így elmentem egy kérdezfelelek videóra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Viszlát a következő alkalommal!